A tavasszal még NB1-es Gyirmót elleni győzelmi reményekkel lépett pályára a Kisvárda. A vezetést a 20. percben szerezte meg a házigazda, Lukasz jobb oldali beadását követően Décek fejelt kapura és a labda Sebőkapus közreműködésével a hálóban kötött ki. A folytatásban biztosan őrizte előnyét a Kisvárda, sőt a 79. percben újabb gólt szereztek a hazaiak. Ilics balról lévert középre, és a berobbanó oltán pedig fejjel vette be a gyirmóti kaput. És még nem volt vége, a 84. percben Ilics bombáját csak kiütni tudta Sebők, Délszeg pedig az ötösről okosan a kapu bal felső sarkába fejelte a labdát, magabiztossá téve a hazai sikert. Nagyon nehéz mérkőzés volt, egy jó szervezett csapat ellen játszottunk, akik megpróbáltak mindent azért, hogy itt pontot vagy pontokat gyűjtsenek, de úgy érzem, hogy még ha volt időszak, amikor volt is passzív labdabirtoklásuk, uraltuk a játékot, vagy kontrolláltuk a játékot, és amikor megvolt a labda, akkor pedig próbáltunk építkezni és támadásokat vezetni, és abból szereztük az első gólt is, egy szép támadás végén egy szélről beadott labdát a Délcegelgő parádésan befejelt. Utána is meg volt kontroll, tartottuk a mérkőzést, az volt a lényeg, hogy mikor tudunk még egy gólt szerezni, mert azzal el tudtuk volna dönteni a találkozó sorsát. Erre egy kicsit várni kellett, és a mérkőzés vége felé, mérkőzés másik fél idő második felébe sikerült ezt megszerezni. Egy gyönyörű szabadrúgás után jól érkezett a Szergyi, és utána pedig még egy szép támadás után a kapus már bravúrral védte a Brana lövését, és a kipattanó pedig a Délcegelgő oda fejelte, hova kell. Jó, összeszedetten, szervezetten, fegyelmezetten futballolt a csapat, és én úgy érzem, megérdemeltük a győzelmet. 3-0 az magáért beszélt, tehát 3 gól az 3 gól. A vendégek edzője nem volt elégedetlen csapat a játékával, a gólt viszont hiányolt a Molnár László. A játék nem volt olyan rossz, amilyen eredmény a végén szereztünk. 0-3 az kemény. Attól, mert a második fél időben nálunk volt a játék, tartottuk a labdát, gólhelyzetek voltak 1-2, nem rúgtunk gólt. Ha rúgtunk volna gólt, akkor azt hiszem, hogy a meccs minimálisan döntetlen végzik. De az csak kérdés, hogy mi volna, ha volna. Futball kell játszani úgy, hogy gólt kell szerezni, és akkor jön eredmény. Gól nélkül nincsenek eredmények. Nekünk sajnos más mérkőzés egymás után nem tudtuk szerezni gólt. 3-at kaptunk, ebben kell valamit megcsinálni. Leülünk, megbeszélünk, és remélem, hogy második meccs ma jobb lesz, és eredmény is lesz. A forduló további eredményei a következők: Mosonmagyaróvár-Szeglér 0-1, Sopron-Békéscseba 0-0, Grosics Akadémia Szolnok 2-0, Kazincbalcika Budafok 2-1, Soroksár-Budaörs 2-1, Dorog-Nyíregyháza-Spartakusz 3-0, Zalaegerszeg Siófok 5-2, Győr-Csákvár 2-1 és MTK Vác 3-0. A tabella élén a Kisvárda áll, megelőzve a szintén 10 pontos MTK Budapestet és Kazincbarcikát. A Kisvárda szerdán Siófokon lép pályára.